köszöntsük a pécsi születésű, Liszt Ferenc díjas és junior prima díjas háromszoros Fischer Arnie ösztöndíjas hegedűművésznőt, Kokas Katalint. Istenem, jó! És még hangszert is fogok. Angyal vagy, köszönöm szépen. Szerintem ülj középre, hogy körülülhessünk. És akivel pedig ki fogjuk egészíteni ezt a kört természetesen, az ő diákszerelme és férje, három gyermeke édesapja, aki a Kelemen Quartett névadója, primáriusa, vezető elsőhegedűse, a világ nagy hegedű versenyeinek győztese, a több kontinens zeneakadémiájának professzora, állandó vendégprofesszora, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas Kelemen Barnabás művészúr. Szervusz, kerek! Ismét! Te jó idejöttél! Oda? Szabad? Köszi! Jó estét! Nem tudom, hogy a hegedűt hova fogjátok, mert fantasztikus, hogy hoztak magukkal hangszert. Tehát ez egy ilyen, egy bónusz vállalás, csodálatos vállalás. Attila elnök úr, kérhetek egy olyat, hogy egy-egy segédszéket idehozunk a művészeknek, hogy a hangszereket arra esetleg le tudjuk tenni. Mit szólsz ez? Egy külön hangszerszék. Jó így? Igen. És akkor egy kocintfálnival az önök egészségére is kocintunk, meg annak élményére, hogy ide értetek Budapestről. Ez nem volt könnyű. És te hozod benneteket. Egészségükre! No hát a beszélgetés kezdetén engedjétek meg, hogy nyilván először a gyerekkorotokból induljunk ki, mert hogy minden pálya ott kezdődik, ott indul el, hogy a kisgyermekkorban, ezt már a gyermekpszichológusok százszor bizonyították, hogy olyan inspirációk érik a gyermekeket, és olyan benyomások, amik a kompetenciájukat olyan mértékben fejleszthetik, vagy nem fejlesztik, amik aztán a későbbi pálya alkalmasságban gyakorlatilag nélkülözhetetlen motivációkat adnak. Jól tudjuk azt, Kati, rólad először is, hogy mivel pécsi születésű vagy, hogy nálatok kicsi gyermekkorban elkezdődött már ez, hiszen a szülői útmutatás az mindenek felett való volt, és bizony tessenek elképzelni, amikor azért ilyen 5 éves korban már rendszeres, az állandó gyakorlás van hangszeren, az azért nagyon komoly és feszes gyermekkort mutat, és nálad is így kezdődött ez a tulajdonképpen csoda gyerek történet, mondjuk így, aminek aztán a következménye az volt, hogy nagyon fiatalon, fantasztikusan fiatalon, 11 évesen, egyébként mindketten a Zeneakadémia, a Budapesti Zeneakadémia különleges tehetségek osztályának növendékeivé váltatok. Hogy vezetett el az út eddig a 11 éves születésnapig, mire a Zeneakadémián találtatok magatokat növendékként? Kati úgy is, mint a Dulánszky püspök családjából származó művész, ezt még el kell tárulnunk, hogy ez a pécsi aktualitása is van a ti családotoknak. Jó estét kívánok! Így hallatszik, ha így beszélek? Jó, én mindig zavar vagyok, mikrofonban beszélni, mert általában mindig rosszul beszélek mikrofonban. Igen? Jó. Szóval a szüleim valóban mind a kettő zenész, de egyébként a pécsi családom az inkább sportoló család. Ugye Dulánszky Ágnes, meg Farkas György feleség, ők kiemelt sportolók és főleg tanítók voltak, és egyébként ezt a vérvonalat úgymond magamban hordozom, mert szenvedélyesen szeretek tanítani, és az egyik első talán az életemben a tanítás, úgy értem a család mellett természetesen, tehát az egy dolog, hogy fellépések vannak, meg ilyen-olyan kamara együttesek, meg fesztiválszervezés, de a tanítás az mindig is az egyik legfontosabb része volt, és szerintem így is van az életemben. Na hát az én édesanyám csellista és cselló tanár, zenei
nem tudok beszélni. Tehát zeneiskolában, tehát alapfokú iskolában tanít, de amikor én kisgyerek voltam, akkor nekik volt egy régi zene együttesük, ahol anyukám vigolada gambázott, apukám görbekürtözött, meg blokkflőtizett, és én abban nőttem fel, hogy otthon próbáltak. Nagyon szép kis csapattal, és nagyon szeretem azóta is azt a régi zenét. Illetve a Csiky Gergely Színházat mind elsőként említeném, ahol én tulajdonképpen felnőttem, mert babysitterre akkoriban nem volt szükség, vagy lehetőség, vagy nem volt divat annyira. És én ott az egyik első pályában voltam szinte mindig minden előadáson, és az akkori színész társulat az egy csoda volt, tehát ezt gondolom itt mindenki tudja, Molnár Piroska, Csákányi Eszter, meg stb. Tehát a legnagyobb nevek voltak ott, és ők mindig integettek nekem a Páholyba. És azt hiszem, hogy a színpadi szeretet, a színpad iránti alázatot és a fellépési lázat, meg azt az őrületes színpadi szeretetet, azt én talán tőlük hoztam, és én nagyon szeretek a színpadon lenni. Nem így, én beszélni nem szeretek, de majd megszokom, de játszani mindenképpen. Csodálatos. Tehát magyarán akkor színház és zeneiskola, és közben persze a szülői ház és a gyakorlás. De csoda gyerek nem voltam. Én szerintem egy teljesen normális gyerek voltam. Bocsánat, nem akarom itt lehangolni a hangulatot, de meg így egyáltalán szerintem... Na egyáltalán szerintem minden gyerek csoda gyerek, tehát van egy olyan érzésem, hogy lehetséges, hogy vannak különbségek, de nem a gyerek kvalitásában, hanem talán a genetikus képességeiben. De én hiszem azt, hogy minden gyereknek van egyfajta, egy irányzat, amiben nagyon-nagyon tehetséges. A kérdés az, hogy a szülő ki tudja, mi az, ami az a vonal, amire, vagy az az áramlat, amire érdemes őt rátenni. És onnantól fogva a szülői terror kérdése az, hogy a gyerek mit ér el, illetve a tanári terror kérdése, és ez lehet egészséges szinten, és lehet abszolút beteg szinten, és ma nagyon nagy divat a beteg hozzáállás, és ennek nem vagyok híve, és ezt mind szülők nem is csináljuk a gyerekeinket, és egyébként velem sem csinálták. Tehát hiszen egy teljesen normális gyermekkort értünk, egyébként majd Barnos is elmondja magáit mindketten. Az, hogy 11 évesen a különleges tehetségek osztályba kerültünk, az nekünk egy teljesen normális dolog volt. Normális. De tényleg az volt, tehát hogy ez nem egy olyan, nem gyakoroltunk napi 8 órát, mint ahogy mostanában ma már 6-8 éves gyerekekkel gyakoroltatnak 8 órát, és nem játszottunk Csajkovszki hegedű versenyt 11 évesen, ahogy mostanában játszottak néha gyerekekkel, és teljesen abszurdnak tartjuk, és őrületnek, és mint teljesen normális gyermekkort éltünk. Mondjuk magántanuló voltam 12 éves koromtól, de azért, mert untatott az iskolai közeg, úgy éreztem, hogy rengeteg időm megy el, és hogy igazából nem kapok információt. És akkor én helyette gyakoroltam, meg elmentem futni a Margit-szigetre, és beültem egy könyvtárba olvasni, és ez nekem jó volt, és vizsgáztam. De ez nem csoda gyerekség, ez csak egy ilyen más hozzáállás, szerintem. Köszönjük szépen. Bizonyára taps. Barnabás, ne arra úgy, hogy provokálok benneteket, de nyilván tehát nálad is ez a helyzet, hogy egészen különleges hallási, intonációs adottságokkal kisgyerekkortól te is elkezdted, olyan csodálatos szülői, nagyszülői háttérrel, amiből lehet, hogy nem is lehetett más irányba menned. Tehát, és nálad nagyon különleges összetétel van, hiszen azért a Liszt Ferenc kamara zenekarnak alapító Gordon Kásának lenni szülői ágon, Rolla Jánosék mellett lakni, ugye aki a Liszt Ferenc kamara zenekar vezető vagy koncertmestere volt, alapító sokáig, 40-50 évig, nem tudom milyen sokáig vitte ő ezt a posztot. Tehát, hogy te egy olyan inspiráló közegben voltál, és anyai és apai ágról egyaránt, tehát Gordonka művész, cselló művész, szülők, ez mindent meghatároz, és közben még egy prímás nagypapa, tehát ez így egyes elemzések szerint olyan mátrixot ad ki, amiből nincs más utad, mint hogy Kossuth-díjas hegedű művész legyél. Így van ez? Nem tudom, így most már utólag nincs más választásom, de néha, amikor gyakoroltam édesanyámmal, és azért voltak nehéz pillanatok, akkor volt, hogy szegény közös kiborulásunkban azt mondta, hogy fiam, imádod az autókat, menjél autószerelőnek.
De egyébként aztán azt is elmondta később, hogy valóban hogyan tudott volna, ő is érezte, látta a nemzetközi ázsiai sok orosz fiatal gyerek és szülői nevelési stílusból látta, hogy mi módon lehetne úgymond igazi csodagyereket faragni valakiből, de ahhoz engem, én sosem voltam magántanuló, csak egyszer fél évre, amikor már egyébként eltanácsoltak volna az iskolából, úgyhogy inkább kivettek, hogy majd csak vizsgázzak egyet 8. végén. De ha én hazamentem az iskolából, és édesanyám látta, hogy ebéd után rögtön megyek gyakorolni nagyon jó minőség, jó odafigyelve intenzíven, akkor már is tudta, hogy én nekem, hogy 2-kor elkezdtem gyakorolni, tudta, hogy akkor én 6 körül nekem mennem kéne focizni, vagy biliárdozni, vagy szomszédba, vagy valami programban, mert tudtam én is, ez egyértelmű volt, hogy akkor mehetek el, ha megvan az a nettó hasznos 3-3 és fél óra. De most a 12, 13, 14, 15 éves koromról beszélek, tehát nálam sem volt ez a 8 órás őrület. Tehát hoznak olyan törvényeket, hogy nem modellkedhet 15 évesen, 14 évesen egy kislány. Európában van egy ilyen törvény. Miért nem hozunk olyan törvényt, hogy nem játszhat Csajkovszki hegedű versenyt 14 év alatt egy hegedűs? Mert az nem egészséges. Nem, ez nem úgy működik, hogy ha már tud olyan gyorsan futni 12 évesen, hogy mint a 16 évesek, az nem azt jelenti, hogy 18 évesen akkor ergo gyorsabban fog futni. Mert ez egyrészt nem úgy mérik a hegedűst, hogy milyen korán tudja valaki eljátszani azt a bizonyos művet. Na, úgyhogy most hirtelen ezek jutottak eszembe, de Róla János, illetve nagyapám. Tehát szüleim, Csembaló és Gordonka művészek, egyikük sem hegedült. Viszont én, amikor szólt a Petőfi Rádión a Jó Ebédhez szól a nóta, és ment a nagyapámnak egy nótája, azt ugye szépen a rádióságból láttuk, akkor mindig bekapcsoltuk, és ez rendszeres volt. Tehát átlagosan egy-két havonta az egyik nótáját lejátszották, ma már sajnos nem, de néha-néha, és akkor tudtam, hát hallottam a nagyapámat hegedülni a rádióban. Ez valóban egy különleges kapocs, és aztán 6 éves korunkban egyházba költöztünk, Róla Jánossal, akinek a folyosója az én szobám mellett ment el a garázstól az ő lakásába, és imádta az autóját, imádja mind a mai napig, ezért nagyon sokat járt a garázsba, és úgy gyakorolni délutánonként, hogy az én legnagyobb példaképem, mert tényleg ő az volt, az mind a mai napig, hogy a legnagyobb példaképpen bármelyik pillanatban ott lehet a folyosón, a szobám mellett, és lehet, hogy most pont ezt a futamot hallgatja. Akkor ezt a futamot nem érdemes bénán gyakorolnom, vagy nem odafigyelni, hanem érdemesebb inkább kicsit lassabban, hogyha ezt is meghallja, akkor nekem még azzal se kelljen szégyenkeznem, és ez így utólag elgondolkodva, ha az éveken át, ez napról nap, mint nap ez így van, akkor az egy, bárcsak lenne a Gáspár fiunknak, aki most 11-10 éves, és most is egyedül gyakorol, és most, hogy mi itt vagyunk, ki tudja, hogy gyakorol most ugye egyedül otthon. Kéne neki is egy Róla János a folyosó mellett. Igen. Amikor már eldőlt, tehát már benn voltatok a Zeneakadémián, és eldőlt, hogy ez a pálya következik, akkor volt-e a kamaszkorotokban, vagy a tinédzserkorotokban a hegedűn kívül, vagy Katinál Brácsán kívül olyan dolog, amiért tudtatok lelkesedni azon kívül is, tehát nem akarok sorolni, autó, foci, tehát bármi, ami olyasmi volt, hogy a hegedű mellett, bár nem tromfosztási kapacitással, de az is fontos, és arra is odafigyeltetek. Volt esetleg ilyen? Nekem nem volt. Uh-huh. Nekem nem volt, azért tudom én egyértelműen, mert mondjuk a sporttal tulajdonképpen Kati hozott olyan közel, bár szüleim figyeltek, és az OSC-be jártam, és hétvégenként sieltünk, vagy volt azért edzés, de semmi olyasmit nem csináltam, ami elvehette volna az egyértelmű, legfontosabb szerepet a hegedű, illetve a zene felől. De a számomra ma volt egy koncert az Olasz Intézetben, ahol a feleségem játszott egy Brahms 2-es versenyt a kicsi húgával, a Dórival, meg játszottunk egy Bach 2-es versenyt,
és második fél időben Beethoven 7. szimfóniát bátorkodtam vezényelni, mert mostanában az egyre sűrűbb, és odajött Bánó Andris barátunk, és mondta, hogy te, Bán, hát mint hogyha te gyerekkorod óta ezt csinálnád. Most itt jön vissza, hogy abban a bizonyos szobában, ami mellett Róla János eljárt, ott én 8 éves koromban, tehát már tudtam Kottát olvasni, és az édesanyám partitúráját, a Bartók zene, ami az egyik legnehezebb mű, amit Bartók megkomponált, zene, tulajdonképpen 2 zenekarra, ütős hangszerekre, cselesztára, hárfára, zongorára. Én azt a felvétel alapján dirigálgattam. Tehát számomra a zene az nem csak hegedülést jelentett. Nagyon régi ilyen interjúkban, 17 éves koromban még nem voltam együtt Katival, és már arról beszélek, hogy egyszer vonós négyesezni fogok, csak meg kell találnom majd időben a megfelelő embereket. Aztán pár évre rá megtaláltam egyet belőle, aztán megszületett már akkor Dóri, tudtuk, hogy csellózni fog, szinte úgy neveltük, hogy magunk mellé, úgyhogy tényleg csak ez volt a kérdés, hogy mind a mai napig ez a kérdés, hogy egy vonós négyesben ki a legjobb partner mellettünk. Tehát a zene az nagyon egyetemes volt. A zenekarjáték, kvartettjáték, a zeneszerzés, az improvizálás, ez mind nagyon érdekelt. Tehát ilyen szempontból még nem tudtam volna eldönteni, hogy valami nem ére a hegedű mellé. De hogy a hegedű az vezérfonal lesz, azt valahogy én 2-3 éves korom óta is úgy gondoltam, és még mindig így gondolom. Helyes, így helyes. Kata, nálad? Igen, én szerintem nem kell, hogy zeneakadémisták legyünk ahhoz, hogy ez a kérdés ez eldőljön. Én szerintem bőven elég volt 6 éves, hogy jól érezzünk magunkat a színpadon, és ez így is történt, és hogyha jó a pedagógus, meg hogyha olyan a közeg, hogy a gyereket biztatják, és nem görcsel megy fel a színpadra, hanem azzal a tudattal, hogy hát ez egy jó dolog. Például anyukámnak az osztályában, jól emlékszem, hogy az növendékkoncert először 4-5 évesen, azt jelenti, hogy a gyerek gyönyörű ruhába kiszalad, és meghajol, és aztán megtapsolják, és visszamegy. Tehát az első élmény az, hogy hát engem megtapsoltak. És nincs a félelem, utána énekel, és között penget. Tehát annyira fokozatosan tudjuk megszeretni a színpadot. Ha fokozatos a dolog, akkor nincs bennünk félelem, és akkor csak folyamatosan nyitjuk a gyereket, és hát ez jó pedagógus kell, mindig mindennek az alapja. Szerintem a jó szülői háttér és a jó pedagógus. És hát nekünk meg szerencsénk volt ebben, úgyhogy egyértelmű volt az út. Szabadnak kiemelni a legnagyobb hatást rátok gyakorló zenepedagógusokat? Nyilván mindig magyarokat, az első. De ugye mivel te 16 évesen Torontóban voltál ösztöndíjas Kanadában, az is érdekes lehet, hogy ott mit kaptál többletet, és miért döntöttél úgy, hogy visszajössz? Hát én szerintem, hogyha valakiből hegedűs lesz egyszer, akkor azért az alap az, hogy ki kezdte, ki adta a kezébe, és lehet, hogy nem ő a leghíresebb pedagógus azok közül, akik aztán később tanítják, de nekem Kaposváron dr. Gyáró Véláné volt az én Marika néni, a hegedű tanárnőm, és majd Barnabás mesél az övéről, és nem akarom leülni a poént, mert úgyis tudom, miket akarsz elmesélni. Kismertek. De aztán utána 11 évesen én Pécsre kerültem, a Pap Gyurka bácsihoz, ide a konzervatóriumba, tehát én úgy éltem már akkor is Kaposváron, hogy engem elengedtek az iskolából szerdán és pénteken, és akkor én felültem a távolsági buszra, akkor voltam 9 éves talán. És akkor így hetente 2-szer ingáztam. De ez is olyan normális volt, tehát ezek ilyen furcsán hangzanak lehet most, de akkor, amikor a gyerektől megkérdezik, hogy szeretnél a Gyurka bácsit tanulni, hát akkor fel tudsz ülni a buszra, hát na. És akkor ez így kialakult. És akkor csak úgy, igazából úgy poénból beírattak engem a Szombathelyi Országos Versenyre, akkor voltam 11 éves, 89-ben, most elárultam, hány éves vagyok. És akkor emlékszem, hogy bementünk a fúlletjéhez. Tegnap előtt volt 40 éves. Köszönöm. Egyébként jó 40 évesnek lenni. És a férje is 40 éves, tehát ugye iskolatársak, pattársak voltak, ez nem titok. Bizony, 11 éves korom óta egymás mellett ülünk szófés órán. Szóval igen, és akkor elmentem az országos versenyre, amit nem csak egy magam, hanem hárman nyertünk meg az első korcsoportban,
És az igazából egy ilyen sorsfordító pillanat volt, és hát ilyenkor látszik az, ugyebár, hogy mire jók a versenyek. Tehát egyrészt szerintem az alapfokú versenyeknek hihetetlen nagy hatása van a gyerekekre. Egyrészt azért, mert felkészül, másrészt meglátja, hogy milyen hogy játszik a többi gyerek. A pedagógusnak egy nagyon fontos inspiráló, hogy viszi a gyereket, és ő is látja, hogy jól csinálja a dolgát. Ezért mi nagyon-nagyon örülünk, hogy ebben az országban több verseny is van. Mi magunk is rendezünk egyet, de erről majd talán később beszélünk. És ott megismertem Halász Ferencet, aki a Zene Akadémián tanított, és ő a hangos bemondón keresztetett engem, és akkor oda jött hozzám, és azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy én belőlem mindenképpen hegedűs lesz, de ő tud rövidíteni ezen az úton. És hogy van-e kedvem a Zene Akadémián tanulni nála, és hogy mentem, persze, hogy van. És akkor ez így indult, de hát ahhoz nekem föl kell költöznöm. És akkor 12 évesen egy fél évig feljárogattam vonattal, anyukám meg kicsit könnyezett, amikor mondtam, hogy persze, hogy én szívesen fölköltözök, de elengedtek. És ez megint a szülői támogatás, hogy maximálisan bíztak bennem, egyébként lehetett is. Tehát én sosem használtam ki azt, hogy bennem bíznak a szüleim. És egyébként most vagyunk abban a helyzetben, hogy ugyanúgy kell bíznunk a mi gyerekeinkben is, és bízunk is. Tehát például most a 15 éves lányunk éppen Japánban van, 2 hónappal egyedül. Úgyhogy, tehát hogy zajlik az élet nálunk is. És aztán a Zene Akadémiáról pedig, amikor Halász tanár úr elhunyt, és abban én is egy kicsit belehaltam, akkor úgy döntöttem, hogy én nem tudok Magyarországon tanulni, egy kis időre el kell mennem, mert minden egyes helyzetben, ahol találom, én a halásztanárulat keresem, nekem ő volt az, akiért én küzdöttem, mert megint a jó pedagógus. Tehát, hogy 12 évesen nem volt kérdés, hogy én elveszem, hogy nincs mögöttem ott az anyukám, apukám, hanem egy kollégiumban, cipőfelsőrész készítőtől elkezdve tényleg bőrdiszműves, meg óvonőképző, mindenkivel voltam. És mégis teljesen természetes volt, hogy gyakorlok, hogy futok. Ugye a sportcsaládról, én minden nap körbefutottam egyszer a Margit-szigetet, és ezt mind saját késztetésből egyszer már ezt hoztam otthonról, plusz mert volt egy ilyen mesterem. Na, ő meghalt, és írtam a Fenyves Lórán tanár úrnak Kanadába egy levelet a barátnőmmel, aki szintén halásznövendék volt, hogy mi szeretnénk nála tanulni, és 2 hét múlva jött a válasz, hogy megszerezte a teljes ösztön 2 hét múlva, hogy mi kaptunk egy 4 éves ösztöndíjat Torontóba, az ottani Royal Conservatory of Musicba. Hát mi nagyon örültünk, anyukám meg csak úgy nevetett, hogy hát ha elintézted magadnak, édes lányom, menj! Úgyhogy ez volt, és akkor 16 évesen el is mentem oda, de időközben én nyáron 17 évesen újra megismertem a Barnabást, egy Zsigmondi kurzuson kezd helyen. Ezt azért így mondom, mert ugye mi azért nagyon jóban voltunk, de sosem volt ugyanaz a baráti körünk. Én mindig az idősebb, nagyon okos, nagyon sokat olvasó. Tehát kellemen barnogás. Idősebb. Szóval, hogy igen, aki sokat járt a koncertre. Na minden, szóval más volt a közeg, hogy úgy más. Volt az érdeklődés, de 17 évesen nagyon jót beszélgettünk, és az ott egyértelművé vált, hogy ő lesz az én férjem, tehát hogy nem volt kérdés, ez is olyan teljesen természetes volt, és úgyhogy hazajöttem. Hazajövettél Perinyeszter, igen. Igen, ez az én életem röviden, és most adom. Nagyon fontos neveket hallottunk, Barnabásnál ez a névsor egy kicsikét más, de van, ami kapcsolódik. Az éjjeli szekrényemen mindig volt egy könyv, amit én olvastam. Olyan, mint hogyha egy ideig olvasott barátaid lettek volna, aztán megismertél engem. Oké, tessék. Ezt egyébként nem így gondoltam, tényleg így hangzott, de nekem akkor azt mondom, okoskodós barátaim voltak. Még Barnabás az inkább az ilyen vicces, és mindig poént csinálom, ilyen... Tehát, hogy a laza oldalát mutató egyébként nagyon mély és nagyon olvasott ember volt. A jó házasság egyik titka. És ez mit változott azóta? No, hát akkor gyors leszek. Engem szüleim Baranyai Valériához vittek el, akit a Budapesten tényleg a legjobbak közt tartanak számon. 4 éves voltam, és Vali néni előtt szüleim izgulnak, hogy na mit fog szólni a nagy hegedű tanár.
És akkor na, kisfiú, éneked vissza ezt, tapsold vissza ezt. Nagyszerű, de hát mivel, hogy amíg ezt a pár dolgot meg szerette volna csináltatni velem a tanárnő, én körbefutottam a lakást, valamit levertem meg, nem tudom. Szóval mondta, hogy jó, egy évet még várjunk. Hát 4 éves gyereknek sok az az 1 év, de én nagyon-nagyon is, hogy várva vártam. Rolla Jánostól kaptunk egy 16-os hegedűt, az fönn volt a szekrény tetején, az arra várt, hogy én majd azon játszak. Hát, 5 éves koromban, 1 évvel később megint elmentünk. Ugyanon a Bürök utca 43, 53, ott szenvedtem télen-nyáron, ez volt a mondás. Visszamentem ugyanabba a házba, ugyanez megtörtént, és ugyanez volt a válasz. Lehet, hogy nem annyira sokszor futottam körbe azt a lakást, de azt mondta Vali néni, hogy még mindig nem elég komoly ez a gyerek, de tanuljon szolfést, tudjon kottát olvasni, tudja a ritmust, és én tényleg 5 éves koromban egy fantasztikus szolfés tanártól megtanultam kottát olvasni, megtanultam a ritmust, megtanultam a hangközöket, az alap szolfés összhangzattan alapokat, és ez így nagyon más volt. Így 6 évesen valóban elkezdtem hegedűórára járni. No, és mentem az első hegedűórára, és látom magam előtt, hogy a hegedűtokkal bemegyek az első hegedúra után a szobámba, abba a bizonyos szobába, a Rolla János féle folyosós szobába. Látom, hogy leteszem azt a kis hegedű, fekete hegedűtokot, kinyitom, és elkezdem gyakorolni azt, amit a tanárnő mondott. És ez utána 10 évvel később történt meg ugyanígy magától. A második naptól fogva, ha nincs ott édesanyám, édesapám, akkor egyszer sem nyitottam volna ki azt a hegedűtokot, csak azért, hogy gyakoroljak. Imádtam a koncertezést. De az, hogy egy fiú gyerek, tehát engem 12 évesen elengedtek volna bárhova, de csak a szomszéd utcába, hogy ott éljek egyedül, hiába lettem volna közel, az nálam nem működött volna az, ami Katinál. Egy pillanat, csak egy gondolatja. Ezt hozzá szeretném tenni, bocsánat, nem bírom megállni. Csak az egy mikrofon, így nem tud közben várni. Látod, de neked sikerült. Én nem láttam közben. Szóval az, hogy végül is ugyanez a helyzet volt a Gazsival, azzal a különbséggel, hogy tehát mondjuk... Gazsi és középső gyermek. Igen, ő most a 10 éves, hihetetlen nagy zsivány, de nagyon szeretetlen méltó kiskölyök. Talán ismerik, mert volt-e a Virtuózban, és akkor... Virtuózok sztárja. Igen, hogyan lesz híres a kis cserebolyán. És akkor ez történt, hogy volt egy időszak, amikor nem tudtam vele foglalkozni, ez nem is olyan régen, egy másfél évvel ezelőtt volt, egy ilyen fél éves időszak, hogy egyszerűen mindig tologattam, és úgy éreztem, hogy nincs rá energiám, tehát hogy nekem annyi dolgom van, és mindenféle más, és közben ott volt az újszülött, és Gazsi, menj, és gyakorolj, és egy fél év után tett egy nagyon komoly szemrehányás, hogy ezek szerint már nem vagyok olyan fontos neked, mert nem foglalkozol velem. Tehát, hogy ha szerintem, hogyha egy gyerekben van egy tehetség, mert van egy elhivatottság, és akarja csinálni, akkor ő neki kell, az is kell, hogy a szülő az akár kemény legyen. Egyébként én nagyon kemény vagyok, amikor a fiammal gyakorlok. Tehát ott nincs mese, ott mindenek rendbe kell lenni, és ha kell, akkor még talán a hangomat is felemelem, ami soha nem fordult elő a növendékeimmel, de a fiammal egyszerűen muszáj. És igényli. És ha legdurvábban is gyakorlok vele, mert éppen szűk az idő, és közben pedig nagyon fontos dolgokat akarunk elérni, akkor is utána mindig megköszönöm, hogy foglalkoztam vele. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog. Bocs, ennyi volt. Köszönöm szépen. Ott tartunk, hogy aztán én is zeneiskolába jártam, szüleim gyakoroltak velem. Ha a szülők Liszt Ferenc Kamarazenekarra turnéztak, akkor egész véletlenül abban a házban Rolla Jánosnak az anyósa, tehát a feleségének az édesanyja, aki a feleség szintén zenekarban játszott, anyukája egy híres hegedű tanárnő volt. Annó, úgyhogy én akkor hozzájártam gyakorolni, tehát a csillagzat az nagyon-nagyon szerencsés volt. És akkor még nem beszélünk arról, hogy micsoda gigászok játszottak a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, hegedűsök is, de elképesztő nem csak hegedűsök, és ezeket mind közelről ismerni, hallgatni a próbáikat, mert a próbából rengeteget, tehát ahogyan Rolla János próbált a Liszt Ferenc Kamarazenekarral, tehát a műhely munka, ami minden hang mögött volt, és olyan szinten, amit én is nagyon próbálok, és örülök visszahallani, hogyha tényleg diákok vagy kollégák ezt megerősítik, tehát a zene mélységeit és minden technikai kiszolgálás, ami kell ahhoz, hogy
hogy minőségi hang és stílusos előadás legyen, és személyes hangját megtalálja mindenki. Erre Róla János hihetetlen odafigyelt, úgyhogy ez nagyon megmarad, mélyen bennem maradt. És akkor jött a Liszt-Ferenc Zeneakadémia, a másik Liszt-Ferenc. Ott egy napon kellett, hogy felvételizzünk, hiszen ez 89-ben volt, február X-én, és én nagyon beteg voltam, most jut eszembe. Teljesen lázas voltam, és nagyon betegen felvételiztem. No, de aztán, és aztán szeptemberben már találkoztunk az iskolapadban, igen. És Perényi Eszter osztályában, annál a Perényi Eszternél, akihez aztán Kati csatlakozott mellém. Torontóból visszajövet. Ezt nem mondod el, hogy miért jöttél vissza Torontóból. No. Csak nem a keszthelyi nyári találkozás. Nem, csak az, hogy le tudjon érettségizni. És akkor már utaltam a nagy hatású, egyébként Zsigmondy Dénes kurzusa, Zsigmondy Dénes hegedülése az valami egészen csodálatos, nagyon méltatlanul elfeledett, egész különleges személyisége a magyar hegedűiskolának, és fogunk is tenni ellene, tehát igen, gyűjtjük, és már tudjuk, hogy hol vannak azok a felvételek, videók is talán, amiket ma olyan könnyedén az ember ugye föltesz az internetre. Az osztályomnak egy gombnyomással már az e-mailjén, vagy a Facebookján, nem tudom hol lesz, és mindenki meg fogja tudni hallgatni. Ez nagyon fontos erre odafigyelni. Tehát Zsigmondy Dénes egy nagy hatás volt, Fenyves Lórend kurzusain mindig együtt ott ültünk. Úgyhogy az az érdekes, hogy Fenyves Lórendtől én is 90-es évek elejétől fogva nagyon sokat tanultam, és Kati beszélhetne egy másik beszélgetésen arról, hogy a fél évente, átlagosan évente, fél évente lévő Fenyves kurzusokon szinte többet tanult, mint amikor hetente járt hozzá hegedúrára. Tehát 6 hegedúr alatt nem tanult ugyanannyit, mint 6 kurzuson. Amin esetleg ugyanúgy 6 hegedórád volt. Tehát ezek érdekes dolgok, hogy de az, aki tanárember, tehát tanítok, és közben bejön még valaki hallgatni az órát, hát ez néha elszégyellem magam, hogy miért vagyok még intenzívebb, ha még valaki hallgatja. Tehát ezt elvileg ugyanúgy kéne tanítsunk, akkor is, ha hallgatnak, de mégiscsak egy ilyen kurzuson, ahol itt ül sok ember, és ha most én itt egy ilyen bemutató tanítás, akkor ott bizony kitett magáért Fenyves Lóránt is. Nagyon csodálatos névsort hallhattunk. Mi változott meg akkor, amikor túl voltatok a tanulmányaitokon, és hihetetlen módon 20 évesen már tanáraivá váltatok az Alma Maternek, tehát a Zeneakadémia hegedű tanáraivá lettetek. Tehát az üléshelyzet, vagy ugye a, hogy mondják, ez a megváltozott pozíció, az ülés kép megváltozásával mi változott meg bennetek emberileg? Tehát az a szemlélet, amikor kapom az utasításokat, kapom a tanácsokat, kapom a vezetést, és kiforrott művészé válok, és utána meg kell fordítanom a széket, és el kell kezdenem a hozzám oda rendelt hallgatókat irányba állítani. Perényi Eszternek pár évvel ezelőtt játszottunk még a Vonos négyesünkkel, azért, hogy tanuljunk tőle. Kurták Györgynek pár hónappal ezelőtt a Vonos négyesünkkel, azért, hogy tanuljunk tőle, aztán aranyosan nem is mondott olyan sokat, de szerintem nem mindegy. Tehát, hogy Kocsis Zoltánnak az utolsó pillanatig úgy játszottunk elő, mint egyénileg, mint a Vonos négyessel, hogy azért, hogy tanuljunk tőle. És a 20 éves kor, tehát amikor diplomáztam, én pont Kocsis Zoltánnal, tehát az én diplomám az egy Nemzeti Filharmonikus Zenekar bérleti hangversenye volt, ahol lefoglaltam az első sorát az első emeleti erkély, középerkélynek a Zeneakadémián, ahova oda küldtem a hegedű tanárokat, és ez volt a diplomakoncertem. A másikon meg Katival, Perényi Miklossal, Várjon Dénessel játszottunk kamara zenét, meg Bachot kellett játszak. De a Kati diplomahangversenyén édesanyámmal játszott Dohnányi szonátát, Bachot, és a Danubi a zenekarral, a Domokossal, a Bartók hegedű verseny. Tehát azt el kell mondani, ezek a koncertek, ezek nem az első nagy koncertjeink voltak, szerencsére elmondhatjuk, hanem volt egy fajta átmenet, ami tulajdonképpen a tanulmányok mellett zenei versenyek hozadéka volt. És aztán ezeknek az együttállása, tehát a koncertszervezők, a partnerek, zenekarok, karmesterek,
szeretik a tehetséges fiatalokat, ma is így van, mi is figyelünk rájuk, a fesztiválok is szeretik őket, mink is jártunk fesztiválokra már akkor is. Tehát a diploma készhezvétele tulajdonképpen csak abban volt valóban nagy különbség, hogy papírunk volt arról, hogy taníthatunk. Le is csaptak Katira, tehát Kati tényleg egy évvel rá a Zeneakadémia tanára lett, és aztán egy évvel később én is. És ma ott volt a koncertünkön az Olasz Intézetben Budapesten az én első olyan diákom, akit az elejétől a diplomáig tanítottam, és meg is állapítottuk, hogy mindig is ő lesz az első diplomás növendékem. De hát, ha most jöttem az osztályomba, akkor biztos, hogy valamilyen módon jobban vagy jobb rálátással, vagy más szemszögből is néztem, tanítanám őt, de hát ki az, aki tud úgy tanítani az első évben, mint mondjuk 15 év után? Katalin? A tanítást mi nem akkor kezdtük, amikor papírunk lett rá, hanem igazából mi egymást a kezdetektől, tehát nem voltam még 18 éves, amikor már úgy gondoltam, hogy biztos, hogy ő lesz a férjem. És onnantól fogva mi már úgy neveltük egymást. Tehát, hogy valahogy nekem fontos volt az, hogy amikor ő megy a Szigetire, akkor én még ugyan nem játszottam a Brahms, nemzetközi Szigeti Hegedű versenyre, Szigeti József Hegedű versenyre. Tehát, hogy ő Brahms Hegedű versenyt játszott például, amit én akkor még nem játszottam, de ez hangról hangra elemeztük és néztük, és mondtam folyamatosan az instrukciókat, anélkül meg sem, nem is lett volna biztosan ilyen. Mind a mai napig adom tovább azt, amit azokon az órákon kaptam Katitól. Tényleg? Tehát múlt héten tanítottam. Hát tessék. De egyébként ez ugyanígy igaz rá is, tehát hogy nekem nagyon fontos az, hogy előjárhassak. Például pár napon játszom a Csajkovszki Hegedű versenyt egyébként pont Barnabás fogja vezényelni Szombathelyen, és ugyan én nekem nem volt még időm gyakorolni a Csajkovszki Hegedű versenyt, de hát azért elég sokat játszottam el életemben, úgyhogy tegnap hiába a Brahms Hegedű versenyt játszottuk ma, vagy Brahms 2-ös versenyt játszottuk ma, mondtam, hogy most üljön le a székre, és én szeretném neki eljátszani a Csajkovszkit, és mondjon róla véleményt. És én fogtam magam, és eljátszottam neki az egész elsőtét, tehát egész cson nélkül ment, úgyhogy örültem. És ő mondta szépen mondta a dolgokat, hogy mire kell figyelnem, vagy hogy mi az, ami tetszik neki. És én nekem ez egy nagyon fontos kontroll. Hogyha játszom koncerten, és ő ott van, akkor én tudom azt, hogy van egy olyan külső kontrollom, aki szerintem nem úgy elfogult. Tehát, hogy ő látja, vagy tudja azt, hogy vagy kimeri mondani óvatosan, mert kíméletesek vagyunk egymáshoz, de az, hogy rendben volt, nem volt rendben, mi volt az, ami tetszett, mi volt az, ami fejlődhetne, és nekem ez borzasztóan fontos. Belekapaszkodom Barnabás egyik korábbi mondatában, amikor azt mondtad, hogy a próbákból nagyon sokat tanultál, Liszt Ferenc Kamarazenekarra és másutt. Nekem elképesztő élménye életemnek, hogy láthattam, hallhattam őket próbálni a Pécsi Kodály Központban is, meg a Zeneakadémián is, meg a New Yorki Carnegie Hall koncertjük előtt is végigültem egy kvartett próbájukat. Tehát a próba folyamatban valóban egy olyan, tehát azt érzékeltem akkor mind a három alkalommal, hogy olyan egymásra hatás van. Kati egyébként, bocsássatok meg, hogy ezt kimondom, még sose beszéltünk erről, úgy érzem, hogy a primárius mellett, ő ugye brácsa szólamot játszik, és néha cserélnek, de bár, bocsánat, tehát nem ti, de cserélnek hangszereket. Tehát a második hegedű cserél az első hegedűvel, a brácsa cserél az első második hegedűvel. Tehát elképesztő, hogy a Kelemen Quartet valószínűleg a világ egyetlen tényleg a nagy hangversenytermeket körbe koncertezett vonos négyese, amelyik megengedi magának, hogy néha csereverélnek szólamokat és hangszereket, de ott azt érzékelem, hogy Barnabásnak van egy olyan miközben játszik, el tetszenek tudni képzelni? Tehát miközben ő maga is játszik, négy az egyből a négy, vagy négyből az egy, bocsánat, és közben hall valamit, ami a teljes összhatás szempontjából korrekcióra szól, és azonnal leveszi a hegedűt, és mondja, hogy bocs, de ott, amikor ezt csináltad, hogy, akkor mi lenne, hogyha ezt megpróbálnánk, hogy így lenne, és már mutatja is azt a szólamot. Tehát úgy hallja az egészet, miközben játssza a sajátját, hogy van egy ilyen ernyő, én úgy érzékeltem. És Kati ezeket nagyon-nagyon, hogy mondjam,
érzékenyen azonnal reagált rá, és volt olyan, hogy háromszor, négyszer ugyanannak az apró finomságnak azért futottak neki, hogy ez tényleg 101%-os legyen a bemelegítő próbán. Ez, tehát a próba folyamat miért fontos egy ilyen kamara, akkor térünk át a kamara muzsikálás, eddig csak az egyéni karrierről beszéltünk. Miért olyan elképesztően sokat ad hozzá a próba folyamat a kamara zenéhez? Elmondom, hogy miért. Mindannyian kiforrott művészek vagytok, lehetne, hogy odaültök és lejátszátok prima vista. Elmondom, ha úgy emlékezetből a tavaszi szél vizet áraszt népdalt játszogatnánk el, azért, hogy magunkat szórakoztassuk, akkor nem, mintha azon nem lehetne sokat próbálni, de akkor az nyújtana egy olyan élményt, hogy örömzenélünk, és a gyerekeknek játszottunk úgy, hogy Bartókot, Brahmsot, Mozartot, egy ilyen ifjúsági koncert, sőt, sokszor csináltunk olyan országos turnét, ahol a főpróbánkra diákok jöttek be, nem zenész diákok, és aztán megénekeltettük őket. És amikor ott elkezdtünk népdalokat játszani, elképesztő, hogy Boci-Boci Tarkát olyan gyorsan kezdtük el játszani, hogy mutatva, vagy olyan halkan, vagy olyan lassan, hogy megérezzük, hogy mi minden rejlik a zenélésben, mennyi minden finomság. Na, tehát most visszatérek arra, hogyha valamit csak úgy játszogatnánk, aminek örülünk, akkor nem érezném azt, hogy miért is kéne a mélyére menni. Azért kell mélyére menni a próbának, mert az imént említett géniuszok, Bach-tól kezdve, de játszottunk még Purcellt is vonosnégyesen, és Bartókig, Kurtágig, Ligetig, az összes zeneszerző, most tényleg még Liszt is írt vonosnégyesen, de mondjuk Chopin, meg Wagner nem nagyon írt vonosnégyesre, de Verdi, Puccini is, tehát tényleg, és utána az összes nagy zeneszerzőt, ha említjük, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Brahms, Tchaikovsky, Prokofiev, Stravinsky, Ravel, Debussy, Bartók, Kodály, Kurtág, Ligeti, most gyorsan így elmondtam, és még nagyon sok, és képzeljék el azt a sok embert, aki most ott fönt így, hogy engem miért hagytál ki? Tehát, amikor egy ilyen remek mű áll az orrom előtt, akkor a művel szemben kell tisztességesnek lennem, és hogyha benne van az előadás lehetőségében az, hogy a dolog jobb legyen, mert Róla Jánostól, meg a szüleimtől, meg ki tudja milyen zenésztől ezt hallottam, akkor az addig nem hagy nyugodni. Most még sok mindent tudnék mondani, de ez jutott először eszembe, hogy miért is fontos egy próbálási folyamatban nem mélyére menni. Most kíváncsi vagyok, Katni, most mit fog ezután mondani, mert én is mondanék valamit. Egyébként Lezi, ezért vagyunk még mindig jó házasságban, mert én teljesen másik oldalról. Tehát én sokkal önzőbb oldalról közelítem meg a dolgokat, mert hát jó, mondjuk amikor megtanították, hogy gyakoroljunk, akkor annak az volt végül is a lényege, hogy ha ismétlünk, és hogyha ahogy ismételjük akár a kisebb részeket, és a következő eljátszást már megpróbáljuk jobban, úgyhogy mindig adunk egy instrukciót, hogy mire figyeljünk, és akkor utána arra figyelünk még a következő eljátszásnál is, de mindig hozzáteszünk egy következőt, hogy mire figyeljünk, és akkor egyszer ajtók nyílnak ki, és máshogy kezd el figyelni az ember, máshogy hallja, minden más lesz. Tehát ez az egyik rész a dolognak, ez a, úgymond inkább a technikai, de zeneileg is benne van ez a dolog. De az önző hozzáállás az, hogy én szeretek fejlődni lelkileg, meg egyáltalán, hogyha átjár a mű, akkor tud átjárni, hogyha foglalkozom vele, hogyha mélyére megyek. És egyébként nekem ezért hagytuk abba azzal a bizonyos említett kelemekvárt, tehát a vonosnégyesezést, mert egyszerűen úgy éreztük, hogy erre rengeteg idő kell, és mi ezt az időt akartuk adni neki. Ez sok-sok óra, és az ember nemhogy fárad, hanem ahogy elkezd belemerülni, nem veszi észre, hogy te leáll az idő. És abban az idő, amikor leáll az idő, azért mert olyan jó dolgozni, meg olyan jó belemerülni ebbe, akkor már rég nem azzal foglalkozom, hogy azért mert, hogy most akkor tartozom Lisztnek, vagy akárkinek. Nem, én önmagamnak tartozom, és ezt az egészet azért csinálom, mert borzasztóan szeretem csinálni. És ezzel az említett vonosnyéssel, ahol két fantasztikus, tehetséges
kollégánk és nagyon jó barátunkkal játszottunk együtt, csak éppen az egyének, aki Németországban élt, és 5 gyereke van, és egyébként rengeteg más koncertje, egyszerűen soha nem volt ideje próbálni, tehát azt a részét kellett kihasználnunk a tehetségünknek, ha szabad így fogalmazni, hogy milyen gyorsan és milyen hirtelen, improvizatíve, ha összeállunk és gyakorlatilag mindegyünk igen jól olvaskodtát, tudjuk az, hogy nagyjából, tehát hasonló, ugyanabban a gyökerekből származunk, az egyik ráadásul a növendékünk is volt, közös növendékünk volt, tehát nagyon ugyanarról az útról indulunk, tehát majd úgy is jó lesz. És rengeteg, hát tehát 3 éven keresztül koncerteztünk úgy, hogy egyszerűen soha nem mentünk úgy a mélyre, mint annak előtte, amikor előtte 5 évig a húgommal kvártetteztünk, és akkor igazából mindent feláldoztunk annak az oltáján, hogy volt olyan, hogy elkezdtünk gyakorolni, adott esetben mondjuk ez a Mozart diszonancia kvártetnek az első 2 sora elment 3-4 óra, és nem vettük észre. És akartunk mégis nem néztünk rá az órára, talán nem is volt. És szerintem ez egy csodálatos dolog. És azt hiszem, hogyha az ember nem kell, hogy zenész legyen, tehát nagyon sokfajta hivatásban, vagy lehet ez egy szívműtét, vagy lehet ez egy, tehát nem akarok belemenni, mi minden lehet az, amikor az idő leáll. És szerintem ez egy csodálatos dolog. Ez a gyakorlásban megtörténhet. Ezt nevezi az ógörög nyelv kairosznak, ugye? Tehát a kronosz az a menetelőidő, ami másodpercben mérhetően állandóan halad előre és megállíthatatlan, és a kairosz az az ihletett pillanat, az isteni idő, amikor megáll egy pillanatra, és rácsodálkozhatunk. Ezt megélitek ezek szerint, ez a katarzis miben léte is egyúttal. Ti koncerteteken a közönség is megéri, ez a nagyon nagy dolog. Barnabás, említettétek a pályátok kapcsán még, és őrá egy külön fejezetet akartam volna szállni, egy pár percet mindenképpen meg kell emlékeznünk Kocsis Zoltánról, akihez mindketten személyes kötődéssel is vagytok, és hát az egyik legfontosabb iránymutató mester és kolléga volt veletek együtt. Barnabás, rólad kimondta elég fiatalon, hogy te vagy itt a magyar zene álló csillaga, veled akarja csinálni a nagy hegedű koncerteket. Kati, veled pedig az első MIPA hegedű versenyt, azt veled játszatta a Nemzeti Filharmonikusok élén karmesterként. Tehát így hegedülték be, vagy így játszották be a művészetek palotáját. Ugye az első hegedű verseny, ami elhangzott, azt Kati játszotta és Kocsis vezényelte. És a Fesztivál Akadémia, ami majd szintén külön fejezet lesz később, amit életre hívtatok, Nemzetközi Akadémia, ott is az első nyáron még ő életének utolsó hónapjaiban ott volt veletek együtt. Mit jelentett egy ilyen, most ahogy távolodunk időben Kocsis halálának dátumától, mit jelentett az ő körülötte lévő munka vele, az ő géniuszából meríteni és együttműködni vele? Rögtön elkezdtem egy kicsit visszafelé gondolkodni időben. Kocsis Zoltán előtt itt volt Kodály, aki hihetetlen nagy hatást gyakorolt a magyar zene életre. Mellette ott volt Dohnányi, de aztán ő külföldre ment ugye a háború után. És Kodály előtt ott volt Hubay, aki nagyon szeretett volna egy második Liszt lenni, tehát Hubay előtt pedig ott volt Liszt. Ők mind, akiket most mondtam, azok egymást ismerték, az Zoli ismerte a Zoli bácsit, a Kodály Zoli bácsit, a Kocsis Zoli, és a Kodály természetesen Dohnányit, Hubayit is, Hubay aztán Liszttel együtt játszott, és itt az említett nevek azt hiszem elég hasonló súlya nyomtak itt a magyar zenei élet latába, miért nem lehet mondani, zenéletre elképesztő hatást gyakoroltak, és most kanyarodnék vissza arra, hogy például a mai koncerten én ugyanúgy dirigáltam, és ugyanúgy játszottam, és ugyanúgy álltam hozzá, hogy ha azt hallaná a Zoli, mert majd meghallgatja a felvételt, vagy bejön, vagy véletlenül idejön, akkor nehogy már szégyenkeznem kelljen. Na most ez a hozzáállás, meg ez, hogy ott motoszkál bennünk, na most főleg annak, aki őt ilyen jól ismerte, mint mi, és belülről, emberileg, zeneileg,
Nálunk, én azt hiszem, ez sírunkig fog kísérni ez a fajta hozzáállás, bár mindenki így érezne. Mert azóta, hogy 2 éve elment, azóta már azt érzem, hogy emberek, kicsit meghalt Kocsis Zoli, oda az igazság, kicsit van egy ilyen hangulat, és ez veszélyes, mert mindig kellene az említett gigász hatású nagy egyéniségeknek az atyai örködése a magyar zene élet felett. Reméljük, hogy ezt az illetőt nem megnevezni, ez se Zoli, se Kodály, se Liszt nem jelölhette ki. Dolgozni kell ezért is. Még csak annyi, hogy a Kocsis utolsó felvétele az veled közösen készült, a Chrysler homás. Arról a munkáról tudsz valamit mondani? Kocsis Zoli fölhívott. Nagy közönség számára. Éveken át terveztük ezt a lemezt, hogy kéne majd csinálni egy ilyen lemezt. És Zoli halálának événben, amikor ő ugye november 6-án halt meg, azt hiszem, februárban hívott, hogy nyáron, Barnuskám, mindenképp tedd magad szabadán, mert a lemezt fel kell vegyük. És akkor tényleg tehát a nyaralás közben skáláztat. Úgy készültem a felvételre, mint amikor 20 évesen meg 10 évesen versenyre készültem. Tehát úgy skáláztam be magam, mint a régi szép időkben. És vannak is ilyen nyaralós videófelvételek, ahol a kislányunkat veszi. Vagy csak ilyen nyaralós felvétel, és akkor hallatszik, hogy a háttérben tényleg olyan úgy skálázok, mint egy zeneiskolás. Hát ez valóban így van. Tehát azért a felkészülés mikéntje azért az jelzi, hogy valami milyen fontos az életünkben. És aztán megható volt, hogy Kurták Gyuri bácsi csak az én nevemet említette azon a bizonyos temetésen, ahol aranyosan mondta, hogy ott most Zolinak kéne ott állni a Kurták Gyuri bácsi temetésén, és kiemelte ezt a lemezt, ami nagyon megható volt, hogy hát Zoli részéről, hogy amihez hozzányúlt abból gyémánt lett. És itt visszakanyarodok, Zoli azért akarta, hogy felvegyük ezt a lemezt, mert Chrysler, világhírű hegedű virtuóz, ő zeneszerzést tanult Brucknernél, és olyan fantasztikus zongoraszólamokat írta a hegedű darabjai alá, mellé, mögé, fölé, hogy Zoli, és Zoli ismer, Zolinak az eredeti összes lemezfelvétele megvan, tehát megvolt, elképesztő gyűjteménye van. Mindegyiket meghallgatta, és egyik felvételen sincs méltó zongorista partnere, se Chryslernek, se Heifetznek, senkinek. Úgyhogy most én igyekeztem ezen a lemezen, de a eddigi hegedűsökhöz képest messze nem kizártnak tartom, hogy nyújthatok én annyit, mint az eddigi zongoristákhoz képest Kocsis Zoltán zongorázás, úgyhogy a Chrysler hegedűs lemezt Kocsis Zoltán miatt feltétlenül ajánlom figyelmükbe. Megjegyezzük, hogy szerkesztői jegyzet, hogy múlt héten a magyar zenetörténet újabb kiemelkedő pillanata történt, amikor a Szóban forgó Kurták György 93 éves magyar zeneszerző operáját, 10 évig írt operáját a milánói Scalában mutatták be. Ott volt a világpremiér múlt héten csütörtökön, és a Bartók Rádió élőben közvetítette a darabot. 72 cikk jelent meg róla világszinten, egy hét alatt erről a Kurták premierről, úgyhogy hát valóban ilyesmivel még kecsegtett a magyar zenetörténet napjainkban is, mint ez a Kocsis Kelemen lemez, vagy pedig a Kurták ős bemutató a milánói Scalában. Ilyen még a magyar zenetörténetben nem volt. Kati, Kocsis. Hát annyira nehéz. Azon a napon, amikor végül is elment közülünk, akkor mi pont Olaszországban játszottunk Bartók kvartettet, és annyira olyan volt, mint a halálnál. Tehát egyszer minden, úgy éreztem, hogy sokkal közelebb van, mint valaha. Tehát, hogy ez egy ekkora géniű szoknál az, hogy most éppen most ezen a földön van, vagy hol van a szférában, ezt nem tudom. Én nem tudom úgy érezni, hogy ő nincs, ő igenis van, és hihetetlen erőteljesen ott van, ha éppen úgy akarom, akkor akár az összes gyakorlásunknál. Tehát ahogy a Barnabás mondta, hogy úgy vezényelt, hogy akár ott is lehetett volna, meg vagy győződőről, és komolyan mondta, hogy ő akár érezte a hátában a tekintetét. És annyira ismertük már azt, hogy általában mihez miket mondott volna, hogy szinte önmagunkat tudjuk tanítani, mint hogyha
jó, hát persze túlzás, de mégis el tudjuk képzelni azt, hogy milyen lenne, ha ott ülne Zoli, és neki játszanánk. És ez őrületes nagy adománya az élettől, hogy mi így lehettünk vele. Úgy érzem, hogy azon ritka művészek, talán nem úgy egyike, hanem az egyedüli olyan ritka művész a világon. Hú, hát hogy nem biztos, hogy jól ki fogom tudni magam fejezni. Tehát, hogy ugye mindig megvannak a divatok, a divathullámok, hogy egy művész hogyan tud önmegvalósítani, és ma már nagyon nagy divat az, hogy az ember, hogy is mondjam, valaki akar lenni, és ezért esetleg sútba dobja azokat a dolgokat, amikről egyébként valahol belül tudja, hogy fontosabb, mint önmaga. És most itt lehet akár egy instrukció a partitúrában, ami esetleg szentebb kéne legyen, mint egy saját gondolat, ami felülbírálja szerint esetleg azt. És nagyon nagy szabadságaink vannak, attól még ütem vannak, attól még instrukciók vannak. Vagy még az is adhat, attól független is vannak szabadságaink, hogy éppen a mű írója, a zeneszerző az milyen korból származott, és hogy kik voltak körülötte, milyen politikai helyzet volt akkoriban, milyen festők, meg milyen irodalmi világ ölelte körül. De mégis megvan a szabadságunk, de manapság ezt hihetetlenül túlszárnyalják a művészek. Megvan ez, hogy ha szuszogok, ha olyan halkan játszok, hogy már nem is hallják, de akkor hú, de egyéni vagyok, és ő az a művész, aki farkasokkal él, vagy ő az a művész, aki mezítláb játszik, vagy ő az, aki körbetáncolja a kamerát. Tehát vannak divatok. És bizonyos művészek hihetetlen nagy, minden tiszteltem az övék, tehát félreértés ne essék. Csak hogy ez nagyon nagy divat most már. És a Zoli volt az a művész, aki egyszer, tehát mint a csontváz, mindent leszedett magáról, és mindent úgy érzem, hogy így minden hóbortot lepusztított, kipusztított maga körül, hogy az egyetlen dolog legyen az, amit a szerző akarhatott. És ennek viszont eszméletlen munkát tett mögéje, tehát nem kímélte önmagát, és egyszerűen a végletekig ez volt számára is a legfontosabb. És minden más nem volt fontos. És mást se kímélt. Senkit sem kímélt, de én ezt is meg tudom érteni, tehát hogy ő neki tényleg ez volt a szent, és az egyetlen, és érinthetetlen volt. És úgy érzem, hogy az a csillag az most nagyon-nagyon erősen ragyogott fönt, és remélem, hogy meg tudja tisztítani a dolgokat itt lent. Még egy szerkesztői lábjegyzet, nem csak azért, mert itt van körünkben a Pannon Filharmonikusok menedzsmentje, igazgatója és korábbi koncertmestere, de jól tudjuk, hogy Kocsi Zoltán első vendég, karmestere volt, first guestként szolgálta a Pannon Filharmonikusok mellett, úgyhogy számtalan hatalmas koncertélménnyel ajándékozta meg az itt jelenlévő pécsi közönséget. És egy évvel ezelőtt a halálának első évfordulóján közösen avattuk a róla elnevezett Kodály központbeli hangverseny próbatermet. A Pannon Filharmonikusok próbaterme már Kocsi Zoltán nevét viseli. Visszakanyarodunk a hétköznapokhoz, és szeretném azt megtudni tőletek, hogy zajlik az, amikor Bloomington amerikai egyetemre ki kell menni professzornak, és ott tanítani kell, vagy most, amikor fogtátok magatokat, és az egész családnak a székhelyét áthelyeztétek Kölnbe, és most a Kölni Zeneakadémia professzoraként Barnabás szolgál, és a kisbaba mellől Kati is tanít. Tehát, hogy ezt logisztikailag hogy lehet egyszerűen összehozni, hogy Amerikában tanítotok, Kölnben tanítotok, Budapesti Zeneakadémián tanítotok, koncerteztek, és három gyereket neveltek. Te jó ég! Hát csak úgy lehet, hogy még egy tetőtéri szalont is tervezünk, és nyaranta egy zenei fesztivált, egy akadémiát, és még egy nemzetközi hegedű versenyt is szervezünk. Ez a titok. Nem tudom. Nem. Azt el kell mondani, hogy Kati gyesen van, tehát a kisbaba mellől nem tanít is pont. Ez volt egyik kulcs fontosságú pillanat. Megszületett harmadik gyermekünk, második kislányunk, Olga, és amikor megszületett, még nem tudtuk, hogy Olga, mert nem tudtuk, hogy lánya vagy fiú, és már nem is tudjuk, hogy mi elfelejtettük, hogy mi lett volna, ha fiú lett volna. No, kérem. Tehát, mert hogy akkor... Tehát, miután ő megszületett, és
Én 5 éve tanítok a Kölni Egyetemen. Az első 3 és fél évben én gond nélkül valahányszor utaztam valamerre a világban, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, repterek mind maximum 1 órára vannak Köln belvárosától, tehát én könnyedén tudtam mindig útba ejteni azt, hogy 1-2 estére, 2-3 napra reggeltől estig tanítottam Kölnben. És ezt nagyon kedvesen rugalmasak, és nagyon jó osztályt, főleg mostanára tudtam összekovácsolni. Erről is beszélhetnénk, hogy Németországban ingyenes a világ minden növendékének német. Kölnben a felvételén csak a minőség számít. Tehát a világ minden tájáról jönnek a hegedűsök, és csak a legjobbakat kell, csak a minőséget figyelem, nem azt, hogy, tehát nem az van, mint Magyarországon, hogy a magyar diákoknak ingyenes az egyetem. Aztán közben kezdek rájönni, hogy miért, csak így kicsit szakmázunk. Ugyanis Németországban hihetetlenül elengedték az alapfokú zeneoktatást. Az állami szintű alapfokú zeneoktatás tulajdonképpen nem létezik. Abból kivétel nélkül, tehát nem, értem, nincs kivétel, aki abból csak az állami szintből a legmagasabb szint közelébe is kerülne. Most ez akkora rendszerjavítást igényelne pénzben, odafigyelésben, emberszámban, hogy sokkal egyszerűbb volt azt mondani, hogy az egyetemi szintet ingyenesé tesszük. Tehát elmondhatjuk, hogy a legjobb diákok tanulnak Németországban hegedülni, zongorázni, énekelni, fúvósok. Csak egy német növendékem sincs. Egy van, bocsánat, Karácsonyi Péter a neve. Erdélyi magyar fiú, magyar fiú. Nincs német növendékem, és nem vagyok vele egyedül, szinte senkinek. Az 5 év alatt volt 2 német növendékem masteren. Na, úgyhogy én így tanítok Kölnben, most azért költöztünk ki, mert feleségem gyesen van, és azért a csodálatos hegedűs osztályát, akiért öröm volt nézni, hogy a kollégái a Zeneakadémián hogyan harcoltak. Szóval itt most, hogy gyesen van, nem volt gond az, hogy mit is csináljon az osztályával, úgyhogy kiköltöztünk azért, hogy a 2 nagy gyerek megtanuljon helyi állami iskolákban, ahol nagyon jól kezelik, elvileg van rá metódus, hogy a külföldieket hogyan kezeljék, illetve a németül nem nagyon tudókat, tudnánk erről is mesélni. Nagyon jól látni a gyerekeinknek, hogy semmi sem, nincsenek csodák Kölnben, semmi sem egyszerűbb kint, semmi sem működik úgy jobban, hogy mindenre azt, hogy bármire is azt mondhatnánk, hogy jaj, hát mert hát ott mennyivel könnyebb, semmi se könnyebb, mindenért ugyanúgy meg kell harcolni, és egy új környezetben minden sokkal nehezebb, mondjuk inkább úgy. Úgyhogy a német nyelv mellett sok minden nem tart minket ott, messze nem tudok többet tanítani attól, hogy ott élünk, mert most ott van a családom, próbálok, tanít, gyakorlok velük, hazamegyek, úgyhogy a diákjaim nem azt látják, hogy sokkal többet tanítok, úgyhogy nem fog ez sokáig tartani, hogy ott leszünk, mert ez a bizonyos tetőtéri zenei szalon, illetve mesteriskola, elég komoly terveink vannak, az 1-2 éven belül elindul, és addig legkésőbb visszaérünk, de most valami nagyon fontosat kihagytam, amit már is meghalanak. Nem kihagyott, hanem én nem tud valamiről, amit még a koncert előtt nem tudtam neki elmondani, hogy ma a fiam elém állt, akit anyukám azért, hogy ne maradjanak le a magyar iskolarendszerről, mert hát ott kint teljesen komolytalan a tanítás. Lehet, hogy ez nem mindenhol van Németországban, így Kölnben konkrétan semmit nem tanulnak a gyerekeim, tehát röhögve mennek iskolába, és én nem értettem fél évig, hogy miért ilyen buli suliba járni. Konkrétan heti 1 matek óra, meg szóval... Tehát néha látom a Facebookon, hogy miket írnak itthon, hát én úgy beírogatnék, de én nem írok semmit. Csak... Én látom azt, mármint, hogy milyen rossz a magyar oktatás, hogy ezeket ilyen. Lehet, hogy nehéz, meg lehet, hogy... De az, ami ott, hát az egy kupleráj, tényleg. Egyszerűen hihetetlen. Tehát az, hogy a fiam visszafejlődött hegedűbe, mert ugye az anyja nem állt mögötte, és mert nem volt tanítónénie. Hát az egy dolog. Hannának egyszerűen másfél évig nem találtunk zongoratanárnét, és nincs is. Szolfésorát konkrétan nem kapnak. Az iskolában énekorra nem tudom, hogy egyáltalán van-e. Én nem tudom, de hogy matekora nincs, és az egész egy röhely, a Gazsi 3 hónap után folyékonyan beszélt németül, fordított nekem a gázszerelőnek, mert én inkább angolos vagyok. 10 évesen. Akkor még 9. Szóval őrület gyorsan fölkapták a nyelvet, és anyukám azt mondta, hogy na jó, ennek ebből elég. Nálunk azért anyu az egy erős egyéniség. Ugye, ő általán... erős.
És azt mondta, hogy már pedig beíratja a Kodály iskolába mind a kettő gyereket, a lányunkat is, a fiunkat is, mert hogy ez így nem megy tovább, hát ezek a gyerekek mire hazajönnek, mindent elfelejtenek, és éppen igenis magánúton vizsgázzanak le minden tantárgyból, fantasztikus az igazgatónő, rögtön megint sengette, az anyukám rögtön lapozott, és mondta, hogy és mi lenne, ha már a Gazsi itt van most éppen Magyarországon, akkor hadd menjen bár be ugyanakkor, ismerje meg a következő osztálytársait, és akkor egy kicsit benne lesz a rendszerben. Na hát a Gazsi elment pénteken, ma szombat van, igen. Pénteken elment iskolába, ahol az első óra ének volt, a második óra kórus volt, fantasztikusan érezte magát, és ma a koncert előtt elém állt, és azt mondta, hogy hát mama, te úgy döntesz, hogy akarsz, én januárban hazaköltözöm, én abba az iskolába fogok járni, és hogyha te, nem jössz haza, akkor addig ellakom a nagymamáiknál. A gyerekeket a végére akartam hagyni, de akkor már úgy nézem, hogy vége felé kanyarodtunk. Az a helyzet, hogy ugye Hanna, akit láthattunk a televízióban is, és nekem személyes élményeim is vannak vele kapcsolatosan, illetve el kell áruljam, hogy ő bármilyen törvény is mondja ki, hogy 14 alatt nem lett. Párizsban reklámfilmekben szerepel, csodálatos teremtés, gyönyörű teremtés, és nagyon, tehát ilyen kreatívan intelligens. Tehát szerintem messze, ha beméretnétek az intelligencia szintjét, messze fölötte van a korosztályának. Szóval egy kicsit mondjatok róluk valamit, hogy mit jelent az ő mindennapi jelenlétük. Gazsi pedig, ez a karakteressége, számomra az volt izgalmas, amikor tényleg láttuk őt a Virtuózokban, ugye, hogy milyen nagyon tehetséges, klasszikus hegedűi tanulmányaiban hogyan halad előre, és közben pedig, amikor kimentem Kárpátaljára, a Pál István Szalonna barátom invitálására, hogy ott ők csinálnak mindig a kárpátaljai gyerekeknek zenei kurzusokat, népzenei kurzusokat, és én is ott, mit tudom én, kórus ügyben dolgozom velük néha. Kivegyek, és mondom, te, az ott nem a Kelemen Gazsi? Azért dehogy nem, harmadik éve ide jár Kárpát. De mondom, a szülei meg, most beszéltem, lent vannak Horvátországban, tengerparton. Igen, de a Gazsi azt mondta, hogy apa, anya, ti maradhattok itt a tengerparton nyaralni, én megyek a Szalonna bácsihoz Kárpátaljára, mert ott népzenét is lehet tanulni. Itt csak komoly zenét lehet nálatok tanulni. Ez ilyen karakter. Tehát, hogy egy kicsit meséltek arról, hogy hogy változtatta meg az ő munkához hozzáállásukat, habitusukat, az, hogy egy harmadik kis tesó van. És ja, hogy történt ez a pillanat, amikor bejelentettétek nekik? Ezt mondtam volna a babával kapcsolatban feltétlenül. A két legmeghatóbb pillanat, hogy amikor bejelentjük a baba érkezést, meg amikor valójában hazaér. Amikor bejelentettük, épp Horvátországban voltunk, ugye augusztusban ott már nem tudom, 6.-7. hétbe került feleségem, és amikor bejelentettük, és akkor a gyerekek ugye elkerekedtek a szemeik, és akkor Gazsi ezt, amikor felfogta, hogy ez komoly, akkor a Gazsi elkezdett pityeregni, de rendesen elkezdett sírni. Tehát a meghatódottságtól folytak a könnyei, és hüppögött. Tehát annyira örült, hogy ez nem is lehet igaz. Ugye Hanna tudta, hogy milyen az, hogy van egy kis testvére, de a Gazsi nem tudta. És hát akkor, és úgy, amikor erről beszéltünk, meg már ott is láttam, hogy a Hanna egy kicsit azért úgy, most mit érzékenykedsz? Most megszületett Olga a Szent Imre kórházban, minden rendben volt. Mi ilyenek vagyunk, reggel 7 körül született, és 12-kor Mit mondtam? Milyenek vagyunk, mi így szülünk. És délben már otthon ebédeltünk, és egyébként nem tudtuk, hogy fiú-lány, úgyhogy még aznap este elmentünk, vagy délután elmentünk ruhát venni, hogy kislány ruhá legyen, és kérdezték az üzletbe, hogy jaj, de picit, mennyi idős ez? Hát 8 órás. Mondtuk agára. És amikor hazaértünk, akkor pedig egy órán át potyogtak Hanna könnyei. Meg ő, akkor ő benne meg az anyai ösztön már annyira erős volt, hogy ugye hát amikor hazavittük, nem is ott volt rád kötve, és akkor látta, hogy ott van, meg letettük oda az ágyra, ott végig sírt a Hanna, és akkor kiment a másik szobába, vagy valami, visszajött, már azt hitt, hogy már túl van rajta, megint oda ránézni, ki nem sírta magát. Na és hát ezt jó volt látni, hogy ilyen
így állnak hozzá, és hát kellő időtáv már ez. Ugye, hogy is volt? Gazsi 9 éves volt, Hanna 14. Igen, amikor. És ugyanez a 14 év van Dóra és Kati között egyébként, és Kati és Dóri közt van még egy hát öcs báty, ugye honnan nézzük, úgyhogy tulajdonképpen hasonló a recept. És nagyon jól működik egyelőre, úgyhogy tényleg hát Hannával el van, tehát Hanna babysitter, meg pelenkázza, meg eteti, meg altatja most már mindent, és most, hogy Hanna nincs itt, mert ugye ő Japánban van, így Gazsi is nagyon, nagyon komolyan részt vesz, és egy szintet lépett emiatt, hogy most ő a legnagyobb testvér. Tudjuk tehát, hogy Gazsi néha a családról leválva országokat tesz meg, és elmegy egy kurzusra. Hanna mit csinál most Japánban? Hát igen, Hanna 3 éve jár Földesi Margit táborá, színész, mi ez? Színi tanodájába. És ez Földesi Margit azért is fantasztikus, mert kicsi gyerekekkel is csodálatosan tud foglalkozni. Minden színész azt mondja, hogy 14-5 éves kor előtt nem szabad színdarabokat játszatni egy gyerekkel, de Földesi Margit helyzetgyakorlatokat csinál velük, és improvizálnak, és épp hogy kibontja a gyerekeknek az egyéniségét, személyiségét. És hát Hanna Gazsi is jár oda, de Hanna egyértelműen szerelmes lett a színészetbe. És ahogyan verset mond, meg ahogyan falja a könyveket, ahogyan énekel, táncol, ez mind-mind őt érzi is, hogy ez ebbe az irányba vonza. És aztán egy fotó, amit egy elképesztő fotoművész Dobos Tamás képet, amit egy napra Kati kitett egy ilyen internetes, ilyen, már ne reklámozzuk ezt a kék, kétbetűs szörnyűséget, szóval kitett egy ilyen az internetre a barátai között megosztva egy képet Kati, egy napra, és egy nap alatt modellügynökségek, filmrendezők jelentkeztek, hogy őket nagyon érdekli Hanna, és akkor utána azon túl, hogy mit láttak a képen, még meglátták, hogy hogyan milyen tehetséges, azóta már főszerepet kapott, meg több mellékszerepben játszott, filmekben, tehát mozifilmekben, hogy tavasszal jön majd ki, és egy modellügynökség is megtalált őt, és a fotós barátainkkal lecsekoltuk, hogy a legmagasabb szín, most amelyik cégnél van kint, Cameron Diaz nevű színésznő ugyanígy ennél a japán cégnél kezdte a modellkedést, aztán mi lett belőle, tehát a modellkedni ment ki fotózásra, nagyon komoly helyekre, úgymond ilyen próbafelvételek, és aztán komoly úgymond munkákat is kapott, és hát ez az életre őt ugye, hát ilyen családból származik, Kati is közel ennyi idősen mentél Torontóba, de hát akkoriban Kaposvárról Budapestre eljönni, az azt jelentette, hogy azokra a hetekre nem beszéltetek telefonon, igaz? Hiszen nem volt otthon telefon, csak a szomszédban. Levelet írtál, stb. Most ehhez képest a lányom magyar tanároktól tanul Skype-on matekot, angolt, németet, és a mai próbámat élőben nézte a Kati telefonját, tehát azért gondoltuk volna ezt 20, már csak akár 20-30 éve. Ma, amikor azt mondom, hogy leteszem a telefont, hát kinyomom a telefont, nem leteszem. Ugye? Satöbbi, satöbbi. Na, úgyhogy ma Tokióban lenni, az messze nem választja el annyira már az embert a gyermekétől, mint amennyire Kati 12-3 éves korában Kaposvárról Budapestre költözött. De azért én 3 napja érkeztem haza tőle. Tehát azért Vanus pont Koreába ment ki kurzust tartani, amikor Hanna ment Tokióba egyedül, és ő Koreából 3 napra átment Hannához, hogy lássa, hogy jó a közeg, hogy minden rendben van, megismerte az ottani menedzsmentet, akik nagyon szimpatikusak voltak, és azért én is kimentem most hozzá egy hétre, azt hittem belehalok. Igen, tehát hogy én nagyon-nagyon nehezen viselem azt a közeget, nagyon más, mint a miénk, és igazából csak egy kereszteződés, tehát hogy megáll az összes autó, és elindul az összes ember, mert hirtelen mindenkinek van zöld. És akkor az a hatalmas, kétszer öt sávos kereszteződés teli lesz, de teli lesz emberekkel, mint ugye japán ember, gyakorlatilag nem látszik köztük más, mint egy nagy fekete tenger, ami hullámzik. És igazából Magyarországon az ember úgy érzi, hogy elfér. Elfér a vágyaival, a terveivel, a jövőképével. Érzi azt, hogy fontos lehet saját magának az egészsége, a szerelme, a családja, stb.
De ott kint életemben először volt az az érzésem, hogy ez egy játék. Tehát, hogy nem lehet az, hogy itt az összes embernek ugyanolyan fontos önmaga, mint nekem önmagam. Tehát, hogy itt valami gyanús lett nekem, hogy ez már ez nem lehetséges. Pedig ott is mindegyik egy ember, mindegyiknek élete van, és szerelme. Szóval nekem nyomasztó volt, Hanna borzasztóan boldog, csak ezt szerettem volna hozzátenni. Igen, család, boldog. Után még egy kóda. Van még egy gyermeketek, ez pedig a Fesztivál Akadémia. Azok után, hogy a Kaposfestet tulajdonképpen pályára állítottátok. A pályára állítás után, mint jó szülők, elengedtétek a Kaposfest kezét, és saját lábára állt. És egy nemzetközi nagy álmotok valósult meg, amit gyakorlatilag talán 5 évig terveztetek, gondoltatok végig, és aztán ennek egy kicsikét ilyen keresztpapácskája lehettem, és nagyon örülök, hogy együtt hívhattuk életre a Fesztivál Akadémiát. Mi is ez, és mit hoz ez a magyar közönségnek, mit hoz ez az említett fantasztikus magyar zenei vérvonal folytatásának? A nemzetközi programként. Igen, a hely szelleme nagyon erősen inspirált minket. Az, hogy nyaranta egy kamarazene fesztivál szerveztünk lett légyen 10 évvel ezelőtt, már ez nagyon fontos volt számunkra, de én a 2003-as tanári pályázatomban a Zeneakadémián leírtam akkor Batta András rektornak, hogy nem szabad kihasználatlanul hagyni a Zeneakadémiát nyaranta, és itt egy nyári akadémiát kell csinálni, fesztivállal egybekötve, zenekart, mindenfélét beleírtam, ez most még nálunk nincs, de attól, hogy légkondicionálás van a Zeneakadémián, mindenkit sok szeretettel várunk nyaralni, jönni július végén, az utolsó 2 hétvégére Budapestre, mert létrejöhetett ez tényleg itt, hát keresztapáskodtál, de az olyan, mintha Cosa Nostrára gondolnánk, pedig igen. szóval atyáskodott felettünk Péter, tényleg nagyon-nagyon köszönjük az összes kapu és fal áttörést, és kapu kinyitást azért, hogy ez létrejöhetett. Tulajdonképpen befejeződött a Kaposfest önakaratunkon kívül, nagyon sajnáltuk és nagyon sajnáljuk, és aztán egy nyár eltelt, és jött egy telefonhívás akkori kulturális kormány biztosunktól, régi tanárunktól, Batta Andrástól, hogy kellene ide valami, amiről mi már beszéltünk, és erről tudott, és az volt egy csütörtöki nap, és mondta, hogy péntek estig rakjuk össze, hogy mi is ez a Fesztivál Akadémia, mert hogy hétfőn volt a kormányülés, na szerencsére vasárnap estig elég volt összerakni, és összeraktunk ripsz-ropsz tulajdonképpen egy Kaposvár 2.0-át, úgymond újra gondolva, aminek az volt a hely szelleme miatt, a csodálatos Zeneakadémia az egy tanintézmény, a Magyarország leggyönyörűbb koncertterme az egy tanterem. A Zeneakadémia az egy tanterme. Hát ilyen nem sok van a világon, tényleg egy-kettő. És azt mondtuk, hogy itt egy kamarazene fesztivál mellett, ahova odahozunk nagyon izgalmas, fiatal, idős, minden féle hangszeren, vagy játszó, vagy zeneszerző, vagy karmester emberkét. Hát ezek adják át a tudást egy ilyen tanintézményben, úgyhogy nyaranta ezt a bizonyos Fesztivál Akadémiát hoztuk létre, ahol a diákok nem csak hallgatják a koncerteket, hallgathatják a próbákat, hanem effektíve tanulnak a művészektől kurzusokon, és ami ennél sokkal nagyobb, mert ilyen azért sok van a világon, de ilyen talán szintén egy-kettő, ahol együtt játszanak koncerteken, próbákon a diákok. Egy fantasztikus művész jön, és leül 7 másikkal Mendelssohn oktettet próbálni, és aztán kiállnak a matiné koncerten a gyönyörű kis teremben a Zeneakadémián. Életre szóló élmény. És aztán azt vettük észre, hogy amit a zeneiskolai élményeinkből családi tanárok, szóval a zeneiskolás korosztálynak a verseny, illetve 18 éves kor alatti nemzetközi verseny fontossága és hiánya az nagyon, nagyon égető volt Magyarországon a hegedűsök terén, ugyanis ez a bizonyos koncernos, meg még egy-két zeneiskolás verseny volt Magyarországon, de még soha nem tudták nemzetközi szinten itt megmérni a tudásukat, és megtudni, hogy hol vannak nemzetközi szinten, és azzal, hogy
egy-két év alatt fantasztikus versenyzőket tudtunk idehozni Thaiföldtől, Kína, Japán, Ausztrália, Amerika, Kanada és rengeteg európai, orosz diákot. Ez többek között annak is volt köszönhető, hogy akiről elneveztük a versenyt, az a leghíresebb magyar alapfokú pedagógus, Fehér Ilona, a hubai növendék, ő Izraelben menekült még a háború alatt szerencsére, effektíve haláltáborból menekült, és meg tudott szökni annyira, hogy már akkor kijutott Izrael területére, és ott egy olyan iskolát alapított, ahol Pinkas Zuckerman, Shlomo Mintz, Shmuel Ashkenazi elképesztő, és sorolhatnánk, olyan hegedűsöket nevelt ki, hogy azóta fogalom a neve. Ugye róla neveztük el ezt a bizonyos diákokról, 18 év alattiaknak szóló hegedűversenyt, és az egyik növendékes Shlomo Mintz, jó barátunk, a zsűri elnök, és ő a leginkább húzó név a többi remek zsűritag mellett, tehát nagyszerű diákok jönnek, és azért csak mondtam el, hogy ez a két ilyen súlyos esemény történik a Fesztivál Akadémia égisze alatt, és kicsit nem éreztük, hogy fogta a kezünket bárki eléggé, vagy összefogta volna ezt az egészet bárki, viszont most úgy érezzük, hogy megtaláltuk azt, aki segít rajtunk, és ez nem más, most már ez nem titok, mint Horváth Zsolt, a Pannonia Filharmonikusoknak az igazgatója, mert nyaranta képes volt még azt az egy-két hétnyi szabadságából is elcsípni azt az időt, hogy tulajdonképpen emelj az ügy mellé álljon, hogy befejezzem mondatot, feleségem, és ezért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon izgatottan várjuk. Nem várjuk, mert már elkezdtük az együttműködést, és az már nagyon izgalmas. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy a hegedűknek nem csak az a feladata és szerepe, hogy lássuk őket, bár csodálatos építmények, és szemmel láthatóan állami tulajdonok, és szemmel láthatóan nem a szegedi koporsó és ládagyár termékei, amelyekkel tele vannak a zeneiskoláink. Úgyhogy lehetséges, hogy a két hangszerről még hallhatunk néhány információt, hogy mik is ezek. Hát a két hegedű, a két hegedű, arról nem is tudom, hogy mikor került a magyar állam tulajdonába, az egy Testore hegedű, 1600-as évek végéből, úgyhogy az még régebbi. Az enyém csak 1742-es. Az enyémet pedig Guarneri mester készítette, aki ugye Stradivárival a két leghíresebb hegedűkészítők egyike volt Cremonában a 18. század elején, és az enyémen Kovács Dénes játszott. Ez egy elképesztő kapocs. Amikor megkaptam a hangszert, hosszú időn keresztül éreztem az ő rezgését, és ezt legkomolyabban mondom, hogy ez tényleg így volt, és aztán alakult hozzám a hangszer, mert minden hangszer elképesztően alakul. És a Kati hegedűjét meg akkor találtuk, amikor azt a bizonyos Stradivárit, amit talán láttak, amit az ilyen Aranymúzeum, meg nem tudom, Zelnik István, az a bizonyos Stradivári, ami szintén csodás történet, hogy találtak Magyarországon egy eredeti, bár nem teljes egészében eredeti, de a fő részeiben eredeti Stradivári hegedűt. Azt se tudjuk, mi van vele. Elvileg védett élet nyilvánítva, hogy ne kerüljön ki itthonról, de közben külföldi tartozásait a mester akarta így kifizetni a hangszere. Meghirdetve volt eladó a Stradivári hegedű, mert más által. Tehát ez egy nagyon szomorú történet, pedig egy csodálatos hangszer, de aztán megtaláltuk ezt a hegedűt, mert magunk közt vagyunk, nem, mert senki ezt nem. Egy éve fiatalabb. Egy éve fiatalabb ez a hangszer, igen, mint az a bizonyos Stradivári volt. Na úgyhogy csodálatos érzés volt, hogy amikor elkeseredettségében Kati tényleg nem tudta, hogy mi lesz, akkor találtunk még egy ilyen szabad hangszert, mert csodálatos hegedűk vannak. Tényleg van egy valódi Stradivári, van két ilyen Guarneri, és még sorolhatnánk hány Guadagnini, Testore, elképesztő régi olasz mesterhangszerek a magyar állam tulajdonában. Ezzel egyébként szerintem csak a régi időkből csak az orosz, tehát a moszkvai állami gyűjtemény veszi fel a versenyt. Nem beszélve a ország méretéhez képest, azt hiszem még le is győzzük őket. De minden hangszer annyit ér, amilyen kézben van.
Úgyhogy mi boldogok vagyunk, hogy kortársai lehetünk ennek a csodálatos, nagycsaládos házaspárnak. Hölgyeim és uraim, Kokas Katalin, Kelemen Barnabás. Kocincsunk, kocincsunk, és utána játszotok? Köszi, nagyon szuper volt. Köszönöm.